Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, nézzük is meg, miről lesz szó. MX Linux KDE verzió, azaz a KDE verziójú MX Linuxot szeretném bemutatni, ezzel egy kicsit felvezetve azt, hogy a következő részekben a KDE asztali környezetről fogunk beszélgetni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy én elhagytam a kedvenc i3 VM-emet, vagy az XFCE-emet, nem, csak egy másikat is ki akartam próbálni, végignéztem többet, és úgy döntöttem, hogy bizony a KDE lesz az, ami a harmadik asztali környezetem lesz. Megnézzük, hogyha telepítjük, mit kapunk. A lényeg itt is az, hogy mit kapunk az MX Linux telepítésénél. Magával a telepítési folyamattal nem foglalkoznék, mert gyakorlatilag egy ilyen next, tovább, pár kérdés, megpróbáljuk jó lemezre telepíteni, és utána megkapjuk azt a felületet, ha a KDE-t telepítettük, amit én most be fogok mutatni. Lényeg, miért a KDE? Három darab asztali környezettel érkezik az MX Linux, azt tudod választani, ha megfelelő ISO-t letöltöd, azt telepíted, az egyik a KDE. Nekem azért ugrott be, hogy a KDE-vel érdemes lenne foglalkozni, mert 3-3,5 valahogy így évvel ezelőtt bizony használtam, és akkor voltak benne gondok. Hát gondoltam, hogy megnézem, hogy mit fejlődött ez a felület, egyéb felületek mellett nézegettem, és nagyon megtetszett. Vannak mellette nagyon jó érvek. Az egyik az, hogyha felraksz egy normális KDE-t, azaz egy teljes telepítést, akkor egy komplex rendszert kapsz. Nem csak egy asztali környezetet, egy ablakkezelőt, egy panelt, meg egyebet, hanem egy teljes infrastruktúrát, például videóvágó program, például ott van a Dolphin, a fájlkezelő program, meg egy csomó egyebet kapsz, ami kifejezetten a KDE-hez van elkészítve. Azaz egy nagyon jó környezetet kapsz, ami együtt dolgozik. Azaz nem úgy, mint mondjuk az E3 VM alatt, összerakosgattam a programokat, ami nekem tetszik, és akkor esetlegesen ütközések, együtt nem működések előfordulhatnak. Ez egy komplex, komplett infrastruktúra, azaz előfordulhat az, hogy egyik programba beállítasz valamit, az globálisan is igaz lesz. Azaz összedolgozó programokat fogunk kapni. A kényelmes beállítási lehetőség nagyon sok embernek fontos. Nem csak kezdőnek, hanem nagyon fontos olyanoknak is, akik nem szeretnének azzal foglalkozni, hogy most az ablakkezelő, mondjuk az E3 VM, vagy Xmonad, vagy egyéb ablakkezelőt hetekig állogassák úgy, hogy nekik megfeleljenek. Azaz, előfordul, hogy vannak olyan emberek, és teljesen jogos igénnyel fellépnek, hogy bizony, ők nem akarnak szöveges fájlokba turkálni, ők azt akarják, hogy egy helyen, egy beállító rendszerbe mindent be tudjanak állítani, méghozzá grafikusan. Jogos, igaz? Mindenki más, én szeretek babrálni a rendszerrel, de van, aki nem szeret babrálni a rendszerrel, egy helyen szeretné beállítani. Kezdőbarát, egyszerű, azaz aki a KDE-t fölrakja és beállogatja, magyarul beszél jó részben, ahogy neki nem lesz ezzel gondja, kezdőbarát, nem lesz olyan billentyű kombinációkat tanuljunk meg, egyéb fájlokat állogassunk be azért, hogy működjön valami úgy, ahogy kell. Itt bizony, ha feltelepítesz valamit, a KDE-t, akkor egy komplett rendszert meg fogsz kapni működőképesen, úgy, hogy nem kell gondolkodni, mi hogyan működik. Azt hozzá kell tennem, hogy nem feltétlenül az én logikám szerint működnek ebben a dolgok, de ez egyéb okok miatt érthető, hiszen én idáig ablakkezelőket, például az Xmonadot, vagy pedig az E3 VM-et, BSP VM-et, meg egyebet használtam. Nekem a logikám más, de mindenki meg fogja találni ebben azt, amit keres, és be tudja állítani, és tudja használni. Rengeteg kiegészítő van. Nagyon jó dolog az, hogy rengeteg kiegészítő van. Itt most nem azzal fogok eltelni, hogy hű, most legalább 1000 féle kinézetet rá tudunk húzni, vagy 500 fajta ikon téma van, meg háttér. Nem ez a lényeg, hanem rengeteg olyan kiegészítő van, például Dolphinhoz, meg egyéb programokhoz, amivel te mondjuk a KDE-t, a fájlkezelőt, az egyéb programokat jobbá, szebbé, testre tudod szabni.
azaz átláthatóan tudod a rendszerből ezeket telepíteni. Tehát a legkevesebb olyan van, ami a KDE-hez készült, és ahhoz biztosan jó termék, hogy kézzel kellene telepíteni magába, későbbiekben meg fogom mutatni, magába a rendszerbe két kattintás kiválasztod, és települ. Rengeteg kényelmesen telepíthető eszköz van. Na hát most itt ki kell arra térnem, hogy ezek az eszközök nagyon szépek, nagyon jók, és ráadásul sok van belőle. De nem kell mindent fölgyömöszölni a gépedre, mert abból káosz lesz, meg úgy belassul, hogy csak na. Ez az egyik hátránya időzőjelbe a KDE-nek, GNOME-nak, meg egyébnek, hogy rengeteg kiegészítőt, ha belerakosgat az ember, akkor egy idő után úgy jár, mint a Windows-os környezet, belassul. Nem a rendszer hibája, hanem a saját mohóságunk. Tudni kell, hogy mit szeretnék használni, és azon kívül semmi egyebet felrakosgatni. Ez a komplexitás, ez a beállíthatóság, mindent, majdnem mindent testre tudunk szabni, és kiegészítőket telepíteni, és ikontémát, háttérképet, témákat, színsablonokat tudunk telepíteni. Ez olyan hátulütője a KDE-nek, amiről nem szoktak beszélni, de ez nem való olyannak, aki elveszik a részletekben. Azaz erre nagyon figyeljetek, itt azért egy kis mérséklet kell, mert nagyon kényelmes mindent elvégezni, nagyon kényelmesen mindent meg tudunk csinálni, de kinek nem jó? Már elkezdtem, aki ilyen maceráló, heteken, hónapokon keresztül váltogatja a háttérképet, a beállítást, a felbontást, mindent. Ő neki nem való a KDE, mert elveszik benne. Elindul egy úton, odáig állogat, amikor már nem egy cél lesz, hogy beállítsa, hanem egy folyamatos, végtelen ciklus, hogy ma ezt még egy picit, még egy kicsit odébb teszem, még egy kicsit odébb tolom, mert a KDE-be nagyon sok mindent be lehet állítani, és nem dolgozik, nem szórakozik a számítógépet, hanem állogat, babrál vele, ahogy én mondom. Olyannak se való, aki csak terminálba akar dolgozni. Nyilvánvalóan értelemszerűen mindenki, legalábbis sok hallgatom olyan, aki szereti a terminálos munkát, szereti az ablakkezelőket, mondjuk az i3-at, vagy esetleg XFCE alól jött, aki szereti az egyszerűbb környezetet, ő neki a KDE nem biztos, hogy jó lesz, hiszen az első felkiáltás az lesz, hogy blowout, minden benne van, minden szemetet beletoltak, minek ennyi, minek ekkora, miért van ennyi csomag? Aki így indul neki, ő neki fölösleges KDE-t feltenni, mert ez egy valóban felhízlalt rendszer, annak érdekében, hogy komplett, kényelmes munkakörnyezetet kapjunk. És azt is el kell mondanom, bár ezt lehet vitatni, meg az, hogy régi, meg kisebb, nagyon szubjektív, de hozzáteszem, akinek nagyon régi gépe van, kisebb teljesítményű gépe van, valóban a leges-leges legolcsóbb gép, őnek nem biztos, hogy a KDE környezet megfelel, inkább másfele nézelgessen, mert itt azért azt is kell tudni, hogy a kényelem, az effektusok és a munka folyamatnak a gördülőkénysége azért egy kis háttéranyagot kíván, azért az itt memória, illetve processzor az azért jó, hogyha mögötte van. Aki minimalista felületet akar, és herottja van attól, hogy itt minden izeg mozog, beállítástól függően természetesen, vannak árnyékok, meg egyebek, és ettől nagyon mérges, ő neki nem való a KDE. Nem avval kell kezdeni a KDE beállítását, hogy az effektusokat, egyebeket kipiszkáljuk belőle, hogy ne legyen ilyen, ne legyen olyan, meg ne legyen amolyan. Annak nincs értelme, szerintem. Aki a nagyon egyszerű, általam valóban kocka felületnek, mint például az XFCE, vagy az Openbox, tehát az az egyszerűbb kinézetű felületeket kedveli, őneki nem való a KDE. Megnézi, de nem igazán lesz benne öröme. Tehát vannak olyan rétegek, akiknek nem való, aki az egyszerűbb dolgokat szereti, ami jó dolog, őneki ez nem igazán a kedvence, mert ez szép,
és erőforrás igényes és összetett rendszer, ami fontos, és ezeket vegyük komolyan, hogy véletlenül se essünk abba a hibába, hogy megnézitek a videót és másra gondoltok, mint amiről szó lesz. Miért az MX Linux? Ezt meg szoktátok kérdezni tőlem, hogyha akármelyik felületet mutatom be, miért az? Hát nagyon egyszerűen azért az MX Linux KDE verzióját fogom bemutatni, azt telepítettem föl, mert én az MX Linuxot használom. Ennyi a tudományos háttere. Ezen kívül van 1000 egyéb olyan disztribúció, ami adja, vagy kifejezetten a KDE-re van kihegyezve. Azt kell telepíteni, amit tetszik. A telepítés natív, tehát egy SSD kártyára került fel, 16 giga RAM-mal és egy AMD 3600-as processzor van benne, 12 szálon dobog az a szív, tehát azért van itt mögötte teljesítmény. 22. augusztus vége, tehát ezt az állapotot tudom bemutatni, a telepítés, ami lesz egy alaptelepítés, természetesen egy azonnali upgrade, illetve videórögzítő programot fogok felrakni. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert azt látjátok, ami a dobozból, a pendrive-ról jön, nincs ehhez semmi hozzátéve, és ezen a gépen majd a bemutatott sebességgel, memória használattal és egyébbel fog működni, tehát nem lehet azt mondani, hogy az én gépemen sokkal gyorsabb, a te gépeden sokkal lassabb, biztos valami ocskagépet vagy valami szupergépet használtam, bizony ez az állapot ezen a gépen fog megtörténni, ezt fogjuk látni a telepítésre, így nem lehet vitatkozni azon, hogy ez rajta van, az nincs rajta, ez egy üres telepítés. Igen, tudom, valóban van frissebb verzió, biztos, hogy sokkal szebb, de én az utóbbi időben, mivel stabil gépre van szükségem, stabil felállásra egy-egy frissítés után nem szeretnék újra telepíteni, így bizony megmaradtam az MX Linuxnál, ami az adott verziót adja. Meg is nézhetjük az éppen jelenleg érvényes verziószámot, és utána összetudod hasonlítani, hogy a te disztribúciód mit ad, van újabb. Értelemszerű, akinek kell újabb, ott van a Kubuntu, az Ubuntu-nak a KDE verziója, illetve ott van a Neon, KDE Neon, a hivatalos verzió, ami a legszebb, legjobb és a legújabb verziókat szokta adni, ugyanúgy fel tudod telepíteni, mind a kettő egy viszonylag stabil, állandó vita, hogy a Kubuntu vagy a Neon a jobb, én ebben nem mennék bele, hiszen egyiket sem használtam hosszabb ideig, én az MX Linux KDE verzióját használom, azaz, akinek újabb kell, tegye fel. Nézzük is meg a verziókat, becsukom a prezentációt, látható MX Linux és a KDE felület van fent. Nézzük is meg, melyik az aktív jelenleg, itt van a rendszer jellemzőknél, az 5.20.5, ez a verzió, itt van a gépemnek a típusa, minősége, videokártya, tehát ezen így fog futni egy alaptelepítés. Azaz, gyakorlatilag az 5.20-as KDE-t fogom bemutatni a későbbiekbe, ez a verzió van fent jelenleg. Nézzük is meg, hogy mit kapunk, váltok. Egy másodperc alatt átmegyek a másik rendszerre, hiszen ez egy már belakott rendszer, látható az ikonokból, egyebekből, felrakott kütyükből, hogy már egy belakott rendszer, átmegyek egy friss telepítésre, és megnézzük, hogy mit kapunk a pénzünkért, hogyha MX Linux KDE verziót rakjuk fel. Ahogy látni, ezt kapjuk, a szokott hátteret kapjuk, megkapjuk a megszokott konkit, akinek tetszik, tetszik, van akinek nem tetszik, úgyis átrakja, nem egy nagy dolog, és kapunk egy panelt. Gyakorlatilag első kérdés, hogy mennyi erőforrást fogyaszt jelen pillanatban ez a rendszer, azaz alaptelepítés, semmi plusz nem fut, az fut, amit beállítottak, itt látható ikonoknál egyértelműen tudjuk, hogy mi fut, fut a rögzítő, értelemszerűen annélkül nem lehet, fut itt valami, mi fut itt, hát fut egy terminálunk, ami megmondja 1,5 giga az, ami a rögzítéssel együtt erőforrás. Azaz ennél alacsonyabb igazából nem lenne jó. Tehát ilyen 2 gigás gépeken nem kéne ezzel barkácsolni, gyakorlatilag üres járatban, amikor nincs videórögzítés, 900 illetve 1 giga között mozog a fogyasztása, tehát nem kicsi.
Hozzáteszem, nem kicsi ez a rendszer, sokan nem szeretik, nagy energia igényes, gyakorlatilag a gyorsaság az, hogy szépen tudom mozgatni, és árnyékolás van, és villámgyorsan megjelenik valami, értelemszerűen az energiaigényes. Nem lehet olyat elképzelni, hogy valami nagyon szép legyen, nagyon jól nézzen ki, ráadásul nagyon gyors legyen, meg dekoratív is, meg a munka jól menjen vele, jól a kezünk alá dolgozon, ne az ablak nyitásokra várjunk, hogy az bizony kis energiaigényű legyen, elképzelhetetlen. Természetesen lehet kompromisszumokat kötni, én is szívesen kötök a gyorsaság, illetve a megmaradt memória miatt bizony ilyen i3 fele nézelődve kompromisszumot, kevésbé szép, valljuk be, szép-szép, de azért nem ilyen szép ablakot kapunk az i3 alatt, mint ahogy ezt megkapjuk, ott egy kicsit más az elképzelés, és azt kell mondanom első benyomásra, az összeállítás, tehát a színharmónia, a háttér, a panel, illetve hát a kinézete az ablakoknak, gyakorlatilag nagyon szép, bár ez a sötét verziójú MX-es kinézet, de nagyon szép, nincsenek színbeli ütközések, nincs undorítóan éles szín, nincs különböző olyan, amire azt mondaná az ember, hogy bocs, de ez ronda, ez szép. Gyakorlatilag megnéztük, hogy memóriából azért kell valamennyi, nézzük is meg legutóbbi, és ez, és rákattintunk, friss telepítés. Gyakorlatilag 8,3 giga a rendszer, amit felrak, meg valami kis, nagyon-nagyon kevéske, 1%-nyi, tehát a lemezemnek az 1%-a, 75 gigát adtam a home partíciónak, 1,4 gigabájtos a home partíció, nem takarítottam ki, tehát a letöltött cuccok ott bent vannak, tehát ebben én nem foglalkoztam, gyakorlatilag elmondható, hogy a home partíción kívül bizony a root partícióm az 8,3 giga, azaz nem egy 2 gigás rendszer. Tehát ez nem egy pupi Linux, ez nem egy minimál telepítés, itt azért jól felpakolja a dolgokat, és szépen fog működni. Azaz láthatóan megláttuk azt, hogy nem kicsi a rendszer, a méret általános, ezt el kell ismerni, de a memória használat bizony, aki a ablakkezelőkről jött, hát először én is ránéztem, hogy egy ablak van nyitva, tehát a rögzítés, meg a panel, meg pár cucc fut, hát jó, köszönöm szépen, de ennyit fogyaszt? Igen. Bár én már elkezdtem elengedni azokat a dolgokat, amit az emberbe úgy belenevelnek ablakkezelői környezetbe, kevés program, kevés csomag, pici memória használ. Hát, hogyha én megvettem nagyon drágán, mert a memória nem olcsó, azt a memóriát, ami nekem pontosan elegendő, akkor azt szeretném kihasználni. Azt a processzor terhelést szeretném kihasználni, miért szeretném a processzor terhelést kihasználni, mert azért vettem ilyen processzort, hogy menjen a gép. Tehát nem az a lényeg, hogy kicsi legyen, ne legyen energiafogyasztás, nekem az a lényeg, hogyha én valamire rábökök záros határidőn belül megjelenjen, ha mozgatom az ablakot, akkor az mozogjon, a videófelvétel, a videó lejátszása, a vágási folyamatok, egyéb teendőim, azok flottul menjenek, nem az a lényeg, hogy mennyi memóriát fogyaszt. Oké. Nézzük is meg, hogy mit kaptunk. Kaptunk egy panelt. Gyakorlatilag a panel ismerős, nem okozhat senkinek se gondot. A szokott idő, dátum, naptár funkció, az indított eszközök, illetve egy-két olyan hasznos dolog, amire érdemes figyelni. Gyakorlatilag van egy energia, illetve rendszerterhelés panelunk, ezt én el szok tüntetni, fölösleges számomra megy a rögzítés, van egy terminálunk, a terminál egy előreugró terminál, azaz, hogyha rákattintunk, előreugrik, hogyha pedig még egyszer, akkor vissza. Egyébként az F4-es gombbal is ugyanez megtörténik, igencsak praktikus, gyors megoldás, nem kell más tenni, csak elindítani, majd amikor nem kell, eltüntetni. Praktikus dolog. Van a következő egy darab olyan kis ikonkánk, amely megszokott a hálózatot mutatja, gyakorlatilag nincs vele teendőnk, a hangerő, illetve egyéb ilyen szabályozás az működik, ezzel sincs semmi teendőnk, szeretem, hogyha ott van. A csatolt eszközöket is fel tudom mutatni,
azaz a csatolás, lecsatolás, felcsatolás működik. Én automatára állítottam be, hogy az összes bedugott pendrive automatikusan felcsatolódjon, a gép szeparált, azaz nem fog idejönni senki és a saját pendrive-át bedugdosni, és ezzel feltörni a gépet. Gyakorlatilag biztonság technikailag nem a legjobb megoldás, de munkaügyileg igen, bedugok egy pendrive-ot, elindítom a rendszert, és akkor felcsatolja. Nézzük is meg a következő kis nyilacska föl, rejtett ikonok megjelenítése, frissítések, van egy frissítéses dolog, el is indíthatjuk, elindul a frissítés keresése, ez a Discovernek az egyik része, gyakorlatilag van, kényelmes, szép, használható, de szerintem terminálból frissíteni gyorsabb. A rendszerüzeneteket tudod megnézni, logikus, hogy ezekre szükségünk lehet, ha rendszerüzenet van, vagy egyéb üzenet, akkor értelemszerűen a múltbéli üzeneteket szépen felsorolja, hogyha éppen nem vagy a gépnél, nem reagálod le, ha kell, hagyod, ha nem. Éjszakai szintkezelő, ez a Redshift-nek az egyik verziója, hasonló, mint a Redshift, inkább így mondom, ezt érdemes beállítani, majd a beállításoknál megbeszéljük, vágólap. A vágólap megjelenítése hasznos, a múltbéli vágólapon lévő eszközök, feliratok, akármik, amit a vágólapra tettél, azok megjelennek, ki tudod választani, újra beilleszteni. Ennek van egy hátránya, bár nyilván nem erről beszélünk, de hogyha előbb a pendrive-val kapcsolatos ellenérzéseket elmondtam, hogy bizony nem biztos, hogy a legjobb biztonság technikailag, hogy ami be van dugva, az automatikusan felcsatolódjon. Itt is el kell mondanom, hogy nagyon kényelmes, nagyon szép dolog az ilyen, de van egy iszonyat nagy hátránya. Mi a nagy hátránya annak, hogy van egy ilyen vágólap, múltbéli cuccait megmutogató eszköz az, hogy esetleg a vágólapra ráteszel bankkártyaszámot, jelszót, egyebet, és utána, hogyha nem törlöd ezeket, akkor bárki megnézheti, nem fogja megnézni, de én általában azt mondom, hogy időnként törölni kell. A legtöbb vágólap eszközt be tudod úgy állítani, hogy ő automatikusan egy idő után törölje. Ezt még nem néztem meg, nem nagyon használom ezt az eszközt, de alaptelepítés így megmaradt. Szóval gyakorlatilag be lehet állítani, hogy letörölje a múltbéli adatokat. Akkumulátor, fényerő, jellemzően ez a laptopokhoz, egyebekhez, ilyenekhez tartozó dolog. Billentyű kijelző, ha több billentyű kiosztást is felinstaláltál, magyart és angolt, magyart és egyebet, vagy akármennyit, ki tudod jeleztetni, gyakorlatilag én ezt nem használom, hiszen általában magyarral dolgozom. Bluetooth nem használom, nincs ilyen, KDE Connect, ez egy nagyon kényelmes dolog, és nagyon hasznos, annak ellenére, hogy én alapvetően jelenleg úgy gondolom, hogy nem szeretném használni, össze tudod kötni a mobiltelefonodat az asztali gépeddel, ide-oda tudsz mozgatni, és egyéb ilyen androidos cuccokat használni, ami a telefonodon van, nagyon kényelmes, elvileg SMS-t is tudsz küldeni, de én ezzel nem foglalkozok, ezeket szépen el fogom tüntetni, azaz ezekből kiválogatom azokat az ikonokat, azokat az eszközöket, amik kell, és akkor gyakorlatilag kényelmesen és egyszerűbben átlátom, hogy mi van itt. Ezeknek fele nem kell, de hasznos. Megyünk visszafele, a futóprogramok megvannak, gyakorlatilag a futóprogramokat tudod mozgatni, a futóprogramokat tudod összecsukni, ikonizálni, egyéb új példány indítása, értelemszerűen, hogy például a felvevő programból új példányt nem indítunk, de mondjuk egy terminálból, vagy esetlegesen egy jegyzetelőből, vagy ilyen programból lehet több példányt is futani, fájkezelőből természetesen. Mozgatás a másik asztalra, több virtuális asztalt tudunk használni, itt van a virtuális asztalnak a kijelzése, kényelmes, de ahogy láttátok, a másik rendszeremen, amit már belaktam, ide feltettem az egész asztal mozgató, virtuális asztal mozgató, ide-oda tologatós eszközömet, nagyobb, kényelmesebben lehet dolgozni vele. Oké, kettő van alapból installálva, én szeretek többet felrakosgatni, ingyen van. Természetesen a gépek nem terheli jellemzően nagyon le, ha 10 darab virtuális asztalod van, kényelmesen szét tudod dobálni a programokat. Logikus,
hogy megvan a veszélye, és ezt mindig el fogom mondani, hogyha sok virtuális asztalt használsz, akkor teletömöd a gépet futó programokkal, amire nincs szükség, de jó, ha elindult, és akkor az utolsó asztalra rápakolja az ember, és utána csodálkozik, hogy valami iszonyat nagy rendszerterhelés lát, úgyhogy igazából előtte alig vannak programok, mozgatás, oké, új asztalt is létre tudunk hozni, illetve van egy nagyon érdekes megoldása, másba is természetes, ugyanazt a példányt több asztalra is el tudod rakosgatni, például egy jegyzetelő dolgot az összes virtuális asztalra oda teszed, és amikor asztalt váltasz, a jegyzetelő programod megvan, és ugyanazon az asztalon, minden asztalon látni fogod. Ez kényelmes, legalábbis én úgy gondolom, hogy iszonyatosan kényelmes dolog. Gyakorlatilag asztalt váltottunk, leheted látni. Azt figyeljetek meg, hogy alapesetben váltok asztalt, hogy lássátok, az egyesre átmegyek, innét eltűnik. Tehát a panelon az asztal, virtuális asztalon látható, futó és használható programokat látod. Azaz, nem az összes a gépeden futó program fog megjelenni az alapbeállítással, hanem csak az, ami az adott asztalhoz tartozik, visszaváltottam a kettes asztalra. Érdekes mód a kettes asztal, azon indult minden, gyakorlatilag ennyi. További műveletek, erről igazából nem nagyon szeretnék semmit mondani, gyakorlatilag az ablakműveleteket tudod mozgatás, felgörgetés, ikonizálás, egyéb elvégezni, a mozgatás az, ami számunkra érdekes. Miért jó az, hogyha a panelból is az ikonra kattintva mozgatni tudod az eszközt? Azért, mert hogyha rákattintasz a mozgatásra, rákattintok, az adott programot tudom úgy mozgatni, hogy a monitoron nem látom, a másik monitoron van, jellemzően ide tudom mozgatni, annélkül, hogy az egeret átvittem volna fizikailag a másik monitorra, és utána vissza tudom tenni, tehát a mozgatással meg tudom fogni az adott, éppen nem látható másik monitoron lévő, esetlegesen másik monitoron lévő eszközt, és át tudom húzni az egyik vagy másik monitorra. Kényelmes, nyilvánvalóan, hogyha az adott monitoron van, akkor nem ide kattint az ember, hanem megfogja és mozgatja. Szerintem egyértelmű. Ami nagyon érdekes feladat, a program legyen csoportosítható, ha több egyforma program fut, akkor egy ikon alatt fog megjelenni, és virtuálisan egymásra halmozza az ikonkáit, azaz a panelon nem lesz egy csomó Firefox vagy egyéb ikon, hanem csak egy, és utána rákattintva virtuálisan egymás fölött fogod látni őket. Teljes képernyő, igazából nem olyan izgi, feladatkezelő beállítása. Logikus, hogy minden, amit te használsz, van egy beállítási panelja, gyakorlatilag rákattintunk, na hát a másik monitoron jelent meg, de áthoztam. Feladatkezelő, plazma és beállítások, be tudod állogatni ezt az eszközt mindegyiknek, ami a KDE-hez készült, akár kisebb, akár nagyobb program, van valami beállító, hasonló beállító megoldása, általában egyesével be lehet állogatni, és utána nincs vele gond. Rögzítés a panelon, természetesen rögzítheted, dokkolhatod a panelra, hogyha olyan gondolatod van, hogy ez a program mindig a gyorsindítóba szerepeljen, itt, ahogy lehet látni, 2-3 darab programot tudsz indítani gyorsindítóból, ha szeretnéd, akkor rögzíted, és utána már csak rákattintasz az ikonra, és el fog indulni. Van egy gyorsindító sávunk 3 darab programmal, gyakorlatilag a 3 darab program lefedi azt, ami nekem kell. Rákattintok, mi indul el? Természetesen a beállítás. Ezt hagyjuk meg a panelon, mert első időben a beállításokkal sokat fogunk babrálni, hiszen a beállítás egy helyen történik, azaz mindenféle a KDE plazmával kapcsolatos beállítási lehetőség ezen keresztül elérhető, nagy részben ezen keresztül elérhető. A másik a Dolphin, ami mindenfajta pletyka ellenére osztott nézetet is ad, gyakorlatilag az egyik legegyszerűbb, de jól használható kétpanelos megoldás a fájkezelése, és ami nagyon tetszik nekem, bővíthető. Természetesen minden asztali felület csinál magának valamilyen fájkezelőt, hol jobbat, hol rosszabbat, bővíthetőt, nem bővíthetőt. Szerintem ez egy fölösleges, ez az én maszek véleményem. Lenne 1-2-3 fájkezelő, és használnám mindegyik
Mindegyik asztali környezet ugyanazt a saját beállításával. Fölösleges 50 féle fájkezelőt kitalálni, rengeteg van, egyik kisebb, másik nagyobb. Gyakorlatilag, hogyha az fejlesztés egy irányba tartana, akkor egyforma fájkezelőt kapnánk, mindegyikbe kényelmesebb lenne. A másik természetesen a tűzrókát indítja, a Firefoxot nagyon nem kéne bemutatnom. Az asztalváltóról már beszéltem, és itt van a start menü. Mindenkinek a start menü a fontos, hát nézzük meg a start menüt. Első körben látható egy egyszerű start menüt kapunk ebbe, igazából újdonságot hozni nem lehet, van egy keresés, megoldható. Azt hiszem egyértelmű beírod, hogy mit keresel, illetve beállításoknál megadhatod, hogy hol keressen, mit keresen és hogyan keresen. Alap felhasználás az, hogy a programokat tudod a keresőből indítani. A legutóbbi alkalmazások, legutóbbi fájlok nem okozhat senkinek gondot. Itt van pár ikon, amivel indíthatsz ezt-azt, illetve a kikapcsoláshoz tartozó gombok. A kikapcsoláshoz tartozó gombokkal óvatosan bánj, főleg, hogyha rögzítesz valamit, mert kellemetlen lehet, a menet közben kikapcsolod a gépedet. Nagyon kényelmes, tehát egy ilyen univerzális panelt kapunk, amivel elindíthatjuk a programokat. A megszokott beállítások, amivel indul, gyakorlatilag itt a rendszerbeállítás, MX eszközök és egyéb olyan eszközöket találod meg, amivel a gépedet be tudod állítani, a rendszeredet be tudod állítani. Egyetlen egy darab olyasmire bökök rá, ami az MX finom hangoló, mert ez más, mint a XFCE-be kapott eszköz, de a többi, tehát az MX eszközök közül a többi ugyanaz, mint amit bemutattam, arra nem fogok kitérni. Itt se fogok kitérni arra, hogy hova helyezed el a panelt, meg egyéb ilyen dolgot, kényelmesen itt is be tudod állítani, egyéb beállításoknál ugyanazt kapod, logikusan nincs bent semmi olyan plazmára kihegyezett dolog, olyan extrém, ami nagy újdonság lenne, mert plazma, a KDE plazma saját beállítása emberbarát, kényelmes, azaz mire akartam kitérni? Reset, KDE plazma, hú, ez mi lehet? Kitörli a saját beállításod egy részét. Háttér konki panel, ha jól emlékszem, ennyit változtat, illetve az asztali ikonokat darálja le, ha tettél, azaz ez ilyen alapvetően visszaállítja az alapbeállításokat elég szűk körben, ha beállítások, a rendszerbeállítások panelt használva állogatsz valamit, azt nem rezeteli, tehát azt nem állítja vissza alapértelmezetre. Gyakorlatilag jó, hogyha nagyon eltolod a háttérképet, a konkét eltünteted, egyéb ilyen dolgokat vissza tudsz vele állítani, hogyha ezt bepipálod. Párszor villog a képernyőn, nem kell megijedni, de villog a panelt helyre rántja, visszateszi ide, hogyha eltetted, és aztán ennyi. Tehát nem egy olyan nullázó, rezettelő gomb, ami a gépedet, mármint a programokat alapértelmezettségbe, alapbeállításba visszatolja, hanem csak ezeket a minimális dolgokat, erre azért figyeljél, azaz a beállításoknál jobb lenne, hogyha átgondolnád, hogy mit csinálsz, mert nagy káoszt tudsz csinálni a KDE-vel. Miért? Mert mindenhez hozzáférsz, méghozzá grafikusan, tehát kattogtatva, ide-oda bökögetve, és az azért veszélyes olyannak, aki nem tudja, hogy mit csinál. Oké, erre kitértem, a többi MX eszköz ugyanaz, nem fogom bemutatni, volt róla szó, szó szerint ugyanazok, pontosan ugyanazt csinálják. A beállításoknál megkapjuk, ahogy mondtam, minden olyan eszközt, ami kell. Alapértelmezetten grafikus programok nem tesznek föl semmi olyasmit, egy kivételével, amire általában nincs szükségünk, ez a LastPaint, ez számomra igazából nem használható program, ezt leszoktam szedni. Egy kicsit más az elképzelésem az MX Linuxosok és a sajátom között ilyen kis eltérés van, hogy mi kell, mi nem kell. Szerintük ez kell, szerintem ez pedig nem kell. A következő az internet, gyakorlatilag a szokásos dolgokat rakja fel, a torrent, ktorrent, ezt én nem nagyon kedvelem, illetve van ilyen, hogy Firefox, a Discordot kézzel tettem föl, szintén, amit leszoktam szedni, a levelező, én nem használok asztali klienset, ne használjon
el tárhelyet, nem nagy dolog, de leszoktam sikálni, nem kell. Érdekes dolog az MX Viver, ez egy internet böngészőnek gondolt dolog, gyakorlatilag beütöd, hogy mit szeretnél, MX Linux, és megjelenik a keresés, és ez egy kis egyszerű, valóban egyszerű böngésző, igazából nagy dolgokra nem alkalmatos, tehát nem egy Chrome, vagy egy Firefox, vagy Brave, nem az, de használható, gyors, nincs nagyon bonyolítva, nincs semmi egyéb olyan extrázás, amire igazából sokszor nincs is szükségünk, megjeleníteti az oldalt, meg tudod nézni az oldalt, kalap, kabát, nem egy extra dolog, de kényelmes, azért értem ki rá, mert ezt adják hozzá az MX Linuxhoz, és én ezt nem mutattam be, de hát igazából nincs is bemutatni való rajta. Irodai alkalmazások, azt kapjuk, ami van, nézegető, okulár, PDF rendező, igazából ezek kényelmesek, illetve a LibreOffice-t érdemes használni, legalábbis sokan azt gondolják, hogy azt kell használni, kényelmes felület, játékok, játékokat felrakja, 5 darab játékot rak fel, kinek kell, kinek nem kell, aki játszani akar, az úgyse ezekkel játszik, aki pedig életében nem játszik ilyeneket, azt úgyis leszedegeti, mert felesleges. Multimédia Alza Mixert megkapjuk, a Clementint, ez egy zenerendező program, én hangos könyvek rendezésére használom első osztályú, akkor K3B, na hát ez úgy kell, hogy csak na, minden nap nem fogjuk használni, általában nem, ez egy DVD író, CD író program, nem kell. Számunkra leszoktam szedni, egy évben egyszer, pontosan egyszer írok egy DVD-t adatmentési szándékkal, hát bizony nem minden nap, azaz nekem nem kell. MPV, média lejátszó, kellemes hangerőszabályzó, ismert a Simpfen Recorder, a rögzítő program, az SM Player-t én raktam fel, mert alapból a VLC-t szokták rámerőltetni, én igazából nem szeretem, mert nem szeretem, mert másikat, az SM Player-t használom, ez azért került fel, mert gondolom mindenki sejti, hogy amikor telepítettem, utána megnyitottam az MX eszközöket, aztán a kódek programokat felraktam, meg a szokásos rutint megtettem, és hogy ellenőrizni tudjam, hogy valóban a kódekek felkerültek-e, videó-audio lejátszok, az SM Player-t is feltoltam, persze VLC-vel is lehetett volna ugyanezt megtenni, de én kényelmesebbnek találom a saját, általam megszokott dolgot. Az utolsó a webkamerához tartozó dolog, mivel nekem webkamerám nincs, így gyakorlatilag nem tudom elmondani, hogy mennyire működik, állítólag jó kis program, nem használom. MX eszközök, ismerős dolog, mindegyiket érdemes használni, gyakorlatilag el kell mondani azt, hogy ezek közül az egyetlen egy, amit bemutattam, az a kis bepipálandó, rezettelő cucc, az, ami újdonság lehet, számunkra XFCL-al is volt, természetesen újdonság lehet számunkra, de én azt mondom, hogy hát bizony ugyanaz, nem ad semmi egyebet a KDE-hez, nem fejlesztettek semmit, nem is kell, hozzáteszem. Rendszereszközök megvannak, a szokásos rendszereszközöket megkapjuk, illetve megkapjuk azokat az eszközöket, amire szerintük szükség van. Én úgy gondolom, hogy van egy kis mentőprogram, a BackinTM, az gyakorlatilag egy nagyon kényelmes, jól használható mentőprogram, ilyen rendszermentéseket, adatokat, egyebeket lehet lementeni vele, én ki is fogom próbálni, nem ezt használtam, de mivel hogy KDR-re szeretnék egy picikét áttérni, legalábbis hang- és videóvágás terén, akkor úgy gondolom, hogy ezt érdemes lesz kipróbálni. A rendszer segédprogramjai, a rendszer programjai a szokásosak, G-Smart Control van a hátop, ezt azt hiszem én tettem föl, de nem biztos, KDE partíció kezelő, én ezt nem használom, én a gnómosat szeretem, de természetesen ez is szépen használható, a rendszerinformáció, illetve az előre ugró kis panel, ami a terminált tartalmazza, az F4-jel eltüntethető, előhozható, illetve az itt lévő ikonnal is elővarázsolható, gyakorlatilag ez az, amit mi kapunk. A segédprogramok, hát bizony nem egy túl sok segédprogramot kapunk, a kvantumkezelőre érdemes kitérni, későbbiekben ki is fogok térni valószínű, de
igazán olyan extrém dolgot nem találunk benne, ami kiemelkedő lenne, illetve rá tudnánk mutogatni, hogy ez aztán nekünk nem kell. Ami érdekes, a Schweppe, ez a KDE-hez kifejlesztett ilyen takarító program, igazán valljuk be, nem az a kategória, amit mi szeretnénk használni, alapvetően a webböngészős dolgokat, általános dolgokat, legutóbbi dokumentum, egyebeket kitörli, de mutattam ennél már jobbat, azaz, hát van, használható, és akinek tetszik, használja ezt, de én azt mondom, hogy a Blybitch vagy egyéb ilyen fejlettebb program az jobb lenne. Itt is ki kell arra térnem, hogy totál fölösleges ilyen picike kis programokat fejleszteni, ez a maszek véleményem, tehát ez nagyon szubjektív, inkább be kéne emelni egy általános programot, egy kicsit átszabni a kinézetet, a lehetőségeket hozzáigazítani KDE-hez, és utána már egy komplett, nagyobb programot tudnánk használni. Segédprogramok között mindenki végignézheti az, ami ő neki kell. K-kalkulátor, hát ez bizony ide tette, be van állítva, hogy másik monitorra rakosgatjon. Egy számológép, gondolom ez senkinek nem okoz meglepetést. Vannak ilyen kis segédprogramok, átnézzük, Subo, energiakezelés, munkamenet, az a kijelentkezéshez, illetve záróláshoz, egyébhez tartozó grafikusabb megoldás. Itt van mellette egyébként az ikonok. Na hát, nagyjából ennyi. Összefoglalva, elmondhatjuk, egy jól kinéző rendszert kapunk, semmi extra plusz programot nem kapunk a megszokott MX eszközökön kívül, ezt kihangsúlyozom, tehát ilyen KDE fejlesztéseket az MX-esek nem tettek, nem is kell, hozzáteszem, hiszen egy jól összerakott rendszer a KDE, és a beállítási lehetősége nagyon egyszerű, átlátható, grafikus, felhasználó barát, tehát abba belenyúlni igazából fölösleges lenne, jól kinéző rendszert kapunk, rá lehet nézni, nem csúnya, a panel logikusan van összeállítva, nem nagy extra beállításokkal, jól használható alaprendszert fel tudunk rakni. Programok között azt kell mondanom, hogy egyre kettőre mutogattam rá, hogy ez nekem aztán nem kell, a játékok kivételével, mert gyakorlatilag az ízlések és az én egyéni heppem, úgy nem játszok a számítógéppel, azok nem olyan felrakott program hegyek, amiből a felét le kell szedni, és utána killódik az ember. Tehát gyakorlatilag egy alulról építkező, nem kicsi programhegyet kapunk. A telepítés az MX Linux-szal adott csomagkezelővel nagyon egyszerű, illetve hát majd a későbbiek folyamán rámutatok a Discover nevű akármire csomagtelepítő eszközre, amit én nem használok, de érdemes megpróbálni, mert sokan szeretik ezt a szebb, grafikusabb képecske leírásokkal bővített eszköz. Szerintem egy kicsit lassú a MX Linux saját csomagtelepítőjéhez képes, de maradjunk annyiba, jó kis rendszert lehet kapni, ha valakinek a KDE a kedvence, és gyakorlatilag beteszi a pendrive-ot, next, hova telepítse, azt érdemes megadni rendesen, majd egy-két kérdés után feljön az MX Linux, nincs túlzásba védve a saját konfiguráció, egy mesztelen KDE-t kapunk, amit nekünk testre lehet szabni. A testre szabás a következő részben lesz. Köszi szépen, sziasztok!